Sziasztok, üdv újra a csatornán! Próbálkozzunk meg egy vloggal. Az elmúlt pár napban azért már próbálkoztam, de valahogy sose jött össze. Itt tényleg sokan írtak amúgy, hogy mi van velünk. Élünk, nincsen semmi gond, csak kb. Meghalni nincs időnk. Azt is kérdeztétek már, hogy csak nem az örökbefogadás miatt vagyunk így eltűnve, de nem, sajnos nem. Aval kapcsolatban még mindig nincs semmi, várakozunk. Jelenleg 8 óra 3 perc van, gyerekek iskolában, óvodában. Ez az egyik másik oka annak, hogy mostanában nem volt videó, hogy folyamatosan betegek voltak. Egy napot ment, aztán egy hetet itthon, aztán megint egy napot ment, aztán két hetet itthon, aztán a másik volt itthon, aztán mind a ketten itthon voltak. Szóval mindig volt valami, de most megpróbálom összekapni magam, mert tényleg nagyon cukik vagytok, de Instán is írtok, itt a kommentekbe is írtok, hogy mi van velünk, úgyhogy tényleg nagyon aranyosak vagytok. Amúgy a napjaim nagy részét mostanában, vagy hát nem a nagy részét, csak hát amilyen újdonság, az az életmód váltásom. Instán csináltam egy profilt hozzá, ahol nyomon lehet követni, hogy mi van velem ilyen szempontból, és azt kell mondjam, hogy jól haladok. Ez most nem egy ilyen diéta, vagy egy ilyen akármi, mert próbáltam már mindenféle diétát, próbáltam csodabogyókat, semmi nem vált be, mert így idő után vagy ráuntam, meg ezek a kötött étrendek nekem nem jönnek be, tehát hogy én azt tudom enni, amit éppen megkívánok. Úgyhogy a repertoáromban lévő recepteket próbáltam módosítgatni, úgyhogy jó legyen. Nincs hiányérzetem jelen pillanatban ezzel az étrenddel, amit én most így csinálok magamnak, vagy hát nem is étrend, hanem tényleg egy életmódváltás, de majd beszélek róla később, most gyorsan megiszom a kávémat és megyek dolgozni, aztán majd, ha szünetem lesz, akkor még beszélgetünk egy kicsit. Na, rájöttem, hogy talán így is tudok veletek beszélgetni. Szóval ez az életmódváltásos dolog onnan jött, hogy ez egy teljesen hirtelen felindulás volt. De tényleg semmi köze nem volt ahhoz, hogy most január 1-e vagy ilyesmi. 7-én kezdtem, mert 6-a este történt az, hogy jöttünk hazafele Szegedről a családdal, és mondtam Zsoltinak, hogy nekem ebben így elegem volt, hogy nem az, hogy vékonyabb akarok lenni, nyilván az is, de hogy szeretnék fittebb lenni, meg energikusabb, és hogy menjünk, vegyünk valamit a Decathlonba, valami gépet, mert hogyha megveszem, költök rá egy zsák pénzt, akkor azért mégiscsak egy kis plusz motiváció, hogy basszus, hát itt van, kifizettem, nehogyan már feleslegesen. Szóval elmentünk a Decathlonba, és vettem egy elliptikus trénert. Imádom, nagyon jó választás volt. A futópad, a szobabicikli, meg az elliptikus tréner volt nyilván versenyben. Mivel a térdem nem a legjobb, kb. Gimnazista korom óta, ezért az elliptikus mellett döntöttem, és tényleg fantasztikus ötlet volt. Azóta is használom, nem követek fix étrendet. Én arra képtelen vagyok, nem használok semmiféle csodabogyót, meg csoda fehérje turmixot, meg minden szírszart, mert ilyenekkel is próbálkoztam régen, és nem vált be. Egyszerű kalóriadeficit, amit csinálok, olyan 1400-1500 kalóriát eszem egy nap, mellette ugye a testmozgás, vagy az elliptikussal megyek, és amúgy tök büszke vagyok magamra, mert egyre többet tudok vele menni. Az első nap, amikor megpróbáltam, akkor 3 perc után, tényleg 3 perc után lógott a nyelvem is, tehát majd belehaltam. Aztán most meg simán megy 40 perc is, és élvezem, és nagyon-nagyon jó. Vagy ez van, vagy YouTube-on található a Fitness Marshall nevezetű csatorna, egyszerűen imádom. Az is ilyen kis táncos akármi, hogyha tényleg nem csak úgy tingli-tanglival csinált, hanem tiszta erőbe dobása, az azért jó megizzaszt, megmozgat, szóval azt is nagyon szeretem. Úgyhogy egyik nap elliptikus, másik nap Fitness Marshall, és hát nagyon maximum 2 napot hagyok ki egy héten, 1-2 napot, attól függ. Úgyhogy ennyi, és akkor most beszéljünk egy kicsit az étrendemről, vagy hát arról, hogy mit eszek. Tésztát, cukrot, nem azt mondom, hogy száműztem, mert nem így, semmi nincsen abszolút tiltó listán, csak mindenből kevesebbet eszek. Figyelek a szénhidrát, a fehérje és a zsírbevitelre a kalórián kívül. A kalóriabázis applikációt használom, próbáltam a Yaziót is, de nekem az nem vált be, nem tudom, nekem a kalóriabázis valahogy jobban testhez áll, vagy kézre áll, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval én azt használom, minden egyes nap, minden egyes étkezést, mindent felviszek, mozgástól kezdve mindent. Illetve hát plusz motivációnak ott van ugye az Insta fiokom, azt kb. Hát egy 2-3 hetet csináltam már ezt az egészet, amikor csináltam egy Insta fiokot, hogy mégiscsak, hogyha nagy nyilvánosság előtt csinálom azt az egészet, és bebukok,
hát az úgy akkor ciki. Úgyhogy ez is egy ilyen kis plusz motiváció, hogy nehogy feladjam, de egyelőre eszembe se jutott feladni. Ez a hónap azért kicsit lazább volt, mint az első hónap. Jöhetek avval tényleg, hogy betegek voltak a gyerekek, még volt egy jó kis 4 napos migrénem is, de hogyha nagyon akartam volna, akkor ment ez volna, mehetett volna ez jobban is, szóval nem fogom itt elhárítani a felelősséget, mert ez teljesen az én felelősségem. Jövő héten csütörtökön lesz mérlegelés, mindig havi, na jó, nyilván én reállok többször is a mérlegre, de hogy konkrét adatokat, azokat havonta egyszer rakok ki, mert szerintem az a mérvadó. Szóval jövő hét csütörtökön lesz majd nagy mérlegelés, ha érdekel titeket, hogy állok jelenleg, akkor Insta, tudjátok, kövessetek, ott is kellenek a követők. Nem, úgy nincs belőle semmi hasznom, csak mit tudom én, tök jó. Ja igen, étrend. Kicsit elkalandoztam, mert hogy közben úgy tényleg kéne dolgoznak is. Az olaj helyett kókuszolaj, vagy nagyon ritkán olívaolaj. Mindenből light verzió, csirkemell, sonka, light mozzarella. Nekem amúgy, ami nagyon-nagyon nehéz volt, vagy ami nagyon-nagyon hiányzik, inkább így fogalmazok, az a különféle sajtok. Én nagyon imádom a sajtokat, és most nem a trapistára gondolok, hanem a cheddarra. Oh, imádom a cheddart, a jó kis cheddaros, mi az? Meleg szendvicset, vagy a cheddaros csirkét, vagy valami, de a cheddarnak a zsírtartalma olyan, hogy ránézek, és mindjárt visszajönne 4 kiló. Szóval nem azt mondom, hogy picit néha nem rakok a kajába, de tényleg csínyen, mert én régen így ilyen halom sajtot raktam mindenbe, mert én nagyon szeretem a sajtokat. Na mindegy, szóval abból kellett visszavennem. Teljes kiölésű kenyeret eszek, vagy teljes kiölésű zsemlét, vagy rozsos kiflit, vagy ilyesmit. Nem eszek naponta 5-ször, képtelen vagyok rá, nem tudok naponta 5-ször enni. Naponta 3-szor, nagyon-nagyon ritkán 4-szer eszem, de inkább 3-szor, tehát ugye a 3 főétkezés, nem, egyszerűen nem tudok többször enni, nem akarok többször enni, nekem ez így jó, és sok zöldséget eszem, nagyon-nagyon sok zöldséget próbálok enni a kajákba, és nagyon sok zöldséget eszem, nem eszem semmiféle ilyen paprikás szalámikat, kolbászokat, ilyesmit, tehát mindent, ami nagyon zsíros, azt kiiktattam az életemből, nem az, hogy nem eszem zsírt, mert az is fontos a szervezetnek, de a nagyon zsíros kajákat nyilván azért is, hogy a kalóriakeretbe benne tudjak maradni, azokat úgy kizártam, illetve minimálisra vettem. Nincs pizzázás, nincs mekizés, nincs semmi ilyesmi, tehát hogyha elmegyünk étterembe, ott is nagyon figyelek rá, hogy mit rendelek. Nincsenek cukros üdítők, nincsen szörp, tehát hogy ilyen nagyon drasztikus dolgokat én úgy érzem, hogy nem csináltam. Viszont, hogyha belegondolok, hogy most ezzel a kalóriakerettel azért nem érzem magam éhesnek. Jó, van 1-2 nap, amikor mondjuk rosszabbul állítom össze a kajámat, és akkor úgy érzem, hogy mindjárt éhen halok, de hogy nincsen semmi hiányérzetem. És ezért nagyon durva belegondolni, hogy atya úristen, mennyit ettem én ezelőtt. Tehát, hogy úristen, ugye nálam itt a kajálás az ilyen... Hát nem pótcselekvés volt, nem ezt mondom, hanem stresszlevezetés, nagyon durván. Tehát, hogyha stresszes voltam, akkor rögtön a kajára mentem rá, és mióta bevezettem az edzést, meg a tornát az életembe, így a stresszt is jobban le tudom vezetni, ezáltal nincsenek már ilyen falási rohamaim. Terv, ami nem fog összejönni, mert amúgy rájöttem, hogy teljesen irreális tervet állítottam magam elé, mert ugye a heti 0,5-1 kiló az, ami egészséges és normálisan tartható. Én pedig úgy szerettem volna, hogy a 35. szülinapomra meglegyen a mínusz 35 kiló, és az nem lesz meg, de nem bánom egyáltalán, akkor meg lesz évvégére, vagy meg lesz valamire. Én most ezt így csinálom, én most ebben így jól érzem magam, és szerintem ez a legfontosabb. Meg a gyerekeknek is szerintem tök jó, hogy azt látják, hogy anya minden nap mozog, anya egészségesebben eszik. Amúgy ők is rendszeresen mozognak velem, amikor ez a fitness marsalos táncos valami van. Úgyhogy tök jó. Én most egyelőre ezt nagyon élvezem. És hát mondom, kövessétek Instán, mert ott azért rendszeresen kirakom, hogy...
hogy állok, mit tettem, mit mozogtam, mi a helyzet velem, tehát itt videóban azért nem fogok éjjel-nappal erről beszélni, de ott azért beszélek erről éjjel-nappal. Teljesen meglepő módon a mai napom sem úgy alakul, vagy napunk sem úgy alakul, ahogy ezt terveztük. Kávé 2.0, 10 óra van, és nagyon szükségem van erre a kávéra. Ugyanis most hoztam haza Lottit az óvodából, nemrég hívtak, hogy nem érzi jól magát. Úgyhogy most itthon van. Én nem tudom amúgy, hogy most mi történt Lottival. Az október, november, decembert ezt alig betegséggel megúsztuk. Most, januártól, meg kb. Folyamatosan itthon van. Én tényleg nem tudom, hogy most hirtelen mi történt, de nagyon, nagyon dühítő ez az egész. Nyilván azért is, mert neki sem jó, meg hát nekünk is sem jó. Mondjuk szerencsére most azért nem olyan vészes, mint a múltkori, akkor 2 hétig beteg volt, lázas volt az első héten nagyon, illetve ráment a betegség a nyirokcsomóira, és bedúrantak a nyirokcsomói, és két hétig szegényként ülve tudott aludni, úgyhogy nyakpárnával, meg nem tudott mozogni, úgyhogy az tényleg egy durva volt. Ez azért most talán kicsit lájtosabb dolognak tűnik, de hát megint itthon van, és csak reménykedni tudok, hogy Lili nem kapja el, mert ugye hát az iskolában azért ez kicsit máshogy működik már, mint az óvodában, úgyhogy újra tervezés van a mai napom. Már péntek van, most végeztem a tornával. 9:49 van, úgyhogy lassan megyek majd zuhanyozni, hogyha a lányok beengednek a zuhanyzóba. Most ott bandáznak bent. 3 gyerekkel vagyok, itt alszik Lilinek a barátnője. Gyakorlunk, tudjátok. Úgyhogy ez tök jó. Szeretek amúgy így hármasban jönni-menni velük. Múltkor is benn voltunk Szegeden, 3-an az is tök jó volt. Úgyhogy Zsolti intézte a dolgát, én meg a 3 gyerekkel ott villamosoztam, meg játszatereztem. Tényleg nagyon jó volt, úgyhogy egyre nagyobb a hiányérzetem, fogalmazunk úgy. Na mindegy, szóval ennyi. Szerintem lezárom ezt a vlogot, mert így is nagyon-nagyon sok mindenről beszéltem, és szerintem így is hosszú lett. Most viszont hallottam egy sikolyt, úgyhogy megyek és megnézem a lányokat. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!